Egy, kettő, három, négy, ez is működik. Cserebere vissza. Jó. Na, bocs. Megy ez. Na, innentől jó. Vágjuk ma, jó? Na, először is, hogy nem szokásom, erre sok előadást szoktam így hallgatni témában is, meg más témákban is. Nem szokásom, hogy előadásokat dicsérni, de ez fergeteg volt, szóval ez tényleg... Azt gondolom, hogy egy szuszra így az, amit leadtál, meg az a mondani való, az magáért beszélt. Bennem rengeteg kérdés felmerült, annál is inkább, mert azért a témában valamennyire benne vagyok, de nem akarom itt a többiek idejét rabolni. Az első, ami így a beszélnek a második feléhez kapcsolódik, hogy tudsz-e olyan, akkor ne a negatív példákat mondjuk, hanem tudsz-e olyan közösségeket a sajátodon kívül, ami Magyarországon esetleg ajánlani, ami tényleg hiteles, a te tapasztalataid alapján, és működő, és falu, vagy hálózati jellegű. Hogyha a közösségről beszélünk, akkor közösség lehet egy néptánc csoport is, de közösség lehet mondjuk egy ilyen, tehát akármi egy sportközösség, vagy ilyen, de hogyha élelmiszer önellátó közösségről beszélünk, akkor egyet mindenféleképpen tudok, egy olyan közösséget ajánlanék, ami egy cseppet sem demokratikus, egy sokkal szigorúbb autokrácia mentén működik, 100%-ig önellátó, egy vallás az összetartója, és ez a közösség Krisna-völgy. És Krisna-völgyet ajánlom mindenkinek, aki kicsit is vonzódik a Krisna tudathoz, mert ott nem mindennapi dolgokat láttam, amikor meghívtak tavaly évbe Krisna-völgybe. Egy csoda, ami ott működik, és független attól, hogy én a hitbeli meggyőződésemmel mást vallok, mint ők, de azt gondolom, hogy Krisna-völgyen egyetlen probléma van, az, hogy csak egy van belőle Magyarországon. Tehát őket ajánlanám, és pont. De még itt hagyték hozzá, hogy nem biztos, hogy én minden közösséget ismerek, tehát lehet, hogy nem ismerek mindent, de nagyon sokat ismerek. Kérdezném, hogy a magyar tanyavilág az milyen kapacitással bír? Potenciála. Hány ember tudna ezen a magyar földön? Hát nem, hát önmaga. Akkora területen létezni, hogy mindenki, aki ezen a tanyavilágon van, önellátó, élelmiszer önellátásban megélne. Élelmiszer önellátásból a végéről kezdem. Nem tudunk megélni, mert a tanyáink azok élelmiszer önellátás felé haladnak, és nem minden tanyánk önfenntartó. A tanyának talán az a legjobb definíciója, hogy olyan külterületi ingatlan, amely lakó és munkahely is egybe, egy olyan gazdaság, mely egyúttal a család élettere és az élettéren keresztül az identitásának a része is. És ennek minden szava nagyon fontos, és amikor én azt mondom, hogy lakó és munkahely, akkor én cseppet sem arra gondolok, hogy munkahely, hogy mondjuk fűszerpaprikát termelsz, vagy munkahely, mert mondjuk sárgarépát, burgonyát termelsz. Mert az egy nagyon nehéz focipálya, egy nagyon nehéz szakma, amiről sokkal többet lehetne beszélni, mint amit én most itt beszéltem. De amikor azt mondom, hogy munkahely is megélhetés, akkor arra gondolok például, hogy te mondjuk fogorvos vagy, és a tanyádon rendelsz, mert van ilyen. Vagy te mondjuk jogász vagy, ügyvédként dolgozol, és az ügyvédi irodád az a tanyádon van berendezve, egy külön kis helység, és nem kell onnan kimenni. Pszichológusként a tanyádon dolgozol, autószerelőként a tanyádon dolgozol, lovasoktatóként a tanyádon dolgozol, vagy jogaoktatóként a tanyán fölállított jurtádban vannak a jogaórák. Akkor, hogyha onnan neked nem kell kimenni ahhoz, hogy megélhess, akkor önfenntartó a tanya. Viszont az élelmiszer önellátó, az élelmiszer önellátás önmagába pénzt nem fog termelni, hiszen minden, amit én pénzért mondjuk eladok neked, azon nekem nagyjából mondva, hogy veszteségem vagy nullám van, mert azért van egy normális ár, amiért lehet adni, és van egy, amiért elő tudom állítani, és mi minden olyan takarmányt kerülünk, például amire rá van írva, hogy GMO-t tartalmaz. És azért mondanám, hogy mehetek be itt egy takarmányoshoz, de azt se tudom, Budapesten van egy takarmánybolt.
lehet, hogy nincsen takarmánybolt, de vidéken van. Menjetek be a vidéki takarmányboltokba, és azt fogjátok látni, hogy a takarmány nem csak, hogy genetikailag módosított szervezetet tartalmaz, mint a csokoládé, amit reggel ettetek, vagy mint a csirke, amit mondjuk tegnap ebédre, hanem azt fogjátok látni, hogy ezeken felül tartalmaz még narazint, tartalmaznak még mindenféle olyan hozamfokozó anyagot, ami általában mondjuk még a jogszabályoknak megengedett. Vagy a zöldség, több ilyen történetem van a könyvben, hogy a egyes kistermelők, hogy játsszák ki mondjuk azt, hogy az élelmiszer egészségügyi várakozási időt kivárják, és melyik fóliából leszik a család, és melyik megy a piacra. Tehát számtalan ilyen sztori van. Tehát az, hogy az élelmiszerünátásból megélni, abból anyagi forrás nem származik, hanem ez egy drágább hobbi, mint hogyha mondjuk az Aldiba bemész, és ott veszed meg. És az, hogy mennyi hely van a tanyavilágban, nekem most, hogyha én tegnap parlag is azt láttam 400 méterre a tanyámtól, a Laci bácsival beszéltem pont telefonon, és hogyha ott a parlag is azt, mert elmegyek, ott van négy tanya, ami omlik össze, velem szemben van két lakatlan tanya, a másik soron ott még több lakatlan tanya van, tehát az, hogy ez a hungarikum, mert ez a hungarikumok listán szerepel, ez az alföldi tanyas és a tanyas élet, a puszták őrzői, ugye, a magyarok, hogy ez fennmarad-e, jel esetben azt látom, hogy brutális tanyarombolás van, brutális tanyapusztítás zajlik, viszont természetesen, és el kell ismerni, hogy az utóbbi időben a kormányzati szándék viszont lehetővé teszi azt, hogy ilyen tanyákat föl lehessen újítani pályázatból is ilyenből, tehát újra a kormány lehetőséget biztosít arra, hogy ezt megcsináltok. Na de ezelőtt, meg aztán még ilyen se volt. Az ezelőtti kormányokról azt tudnám mondani, az 50-es évekből maradt tanyaromboló politikát vitték. Ma már legalább szándékos ártás nincsen. Sőt, azt mondom, van inkább egy kis segítség a napelemmel, egyéb dolgokkal. Rengeteg családnak segítenek, ezt látom. De még mindig brutálisan sok omladozó, elhagyott tanya van az országban, és én most Dél-Pest megyét mondom, 70 kilométerre innen. 70 kilométerről beszélek, és nem tudom, hogy mondjuk mi zajlik Makó környékén, nem tudom, hogy mi újság mondjuk más alföldi területeken, de azt gondolom, hogy ahány embernek a szívébe az Isten által beleírt vágy az, hogy költözzön tanyára, az mind talál tanyát. Arra mindegyikre jut ma Magyarországon valahol egy romos, felújítandó tanya, ami valamikor hajdanán egy teljes élelmiszerellátást megvalósító nagy családnak a virágzó gazdasága volt. Az eddigi információm alapján úgy gondolom, hogy ön erős kézzel, szívvel, lélekkel tartja össze ezt a közösséget, és a kérdés lényege, hogy mi lesz ezzel a közösséggel, hogyha ön nem lesz, vagy beteg lesz. Ha én meghalok? Igen. Szétesik a tanyavilág. Bocsánat, nem mertem feltenni először. Ha én meghalok, akkor én a mennybe leszek. Ha te is hiszel a fenntartható visszafejlődésbe, akkor iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is, hogy részesülj a legfrissebb tartalmakból. Ajándékozz magadnak egy fenntarthatóbb jövőt. Tudj meg többet az önellátásról, csatlakozz te is a Tanya Egyetemhez. www.tanyaegyetem.hu. Az rendben van, és de én úgy vagyok ki fogja leszédni a többieket. Úgy vagyok vele, mint Pál, hogy én mennék már, csak még miattatok maradok. Bocsánat. Hát, nem kell bocsánatot kérni, mert az én hitem szerint, mivel Jézus megváltott, tehát a halál az a legjobb dolog, ami bekövetkezhet és hogy utána mi lesz? Hát, hogy a Bibliában olvasom azt, hogy vannak arany utcák, ott ugye sétálunk majd az arany utcákon, azért én biztos vagyok benne, hogy az Isten tartalmasabb aranydülő is van. És én mondtam a gyerekeknek, hogy ott még nagyobb tanyánk lesz több tehénnel, sokkal több gyümölcsfával. Szerintem az egy jobb hely. Aztán az, hogy itt mi lesz? Hát nem csak, hogy nevelnek-e utánpótlást, tehát gondolkodásmódban. Kettőt is, egy kisfiú, meg egy kislányom. És ők akarják ezt? Nem, nyilván most a közösség, nálunk a közösségnek én nem választott vezetője vagyok, tehát nálunk nincsen az, hogy jó, akkor most szavazzuk meg, hogy kedd reggel 7-kor legyen a jóga, vagy pedig ne legyen jóga.
Tehát hányszor vitte a többség akarata tévútra a világot? Ezt látjuk. Csak ha már ilyen szépen összejött ez a dolog, akkor össze. Jó lenne, ha fennmaradna. És hát az majd a következő generációnak lesz a feladata, amikor, ha ez az Isten számára fontos, akkor úgy érzem, hogy lesz utód, lehet, hogy éppen itt ül, és neki, de én azt gondolom, hogy nem egy olyan szervezet vagyunk, akinek én most lehet, hogy átmenetileg az arca vagyok, és szaladok elől, de én már azt látom, hogyha nem szaladok, de hát maga taposta meg nem rohanok, akkor mögöttem elharcolnak. Tehát muszáj menni, és én biztos vagyok abban, hogy az Isten sokkal jobb vezetőt csinál utána, hogyha lesz, de az is lehet, hogy nem lesz. Az is lehet, hogy ha tényleg minden összeomlik, akkor, és én meghaltam, Tanya világ se lesz, nem tudom. Köszönöm szépen. Én kettőt szeretnék kérdezni. Az egyik az ilyen anyagi jellegű. Hogy miből milyen... élünk? Nem, hanem hogy milyen tőkével lehet ennek nekiindulni. Én láttam egy videódat, amin eléggé kiakadtam, megmondom őszintén, amikor 100 millióért promóztál egy tanyát, aminek ugye a házba be sem tudta menni, mert hogy nincs térerő, meg nem tudom. Jó, én városi patkány vagyok, tehát nem vagyok egy... De, vagy én is vettem egy telket, és konyhakertet csinálok úgy, hogy életemben mindig lakótelepen laktam. De hogy érdekelne, hogy tudom, hogy ez így... hogy nagyon általános, mert hogy nem mindegy, hogy milyen tanyát veszünk, mennyire van lerobbanva, mit szeretnénk majd ott tenyészteni, vagy termeszteni, ilyesmi, de hogyha esetleg valamilyen hozzávetőlegesen tudsz erre válaszolni, ez lenne az egyik kérdés. Én itt vagyok, bocsánat, csak közben én itt már mindjárt kértem a sugást, mert nem tudom fejből megmondani, hogy a Laci bácsi tanyájában hány szamóca palánta van. Ja. Igen, tudom, hogy ott nagyon sok adottság volt, de mivel nem értek hozzá. De 10-valahány millió forint csak az ott lévő palánta, ami még nincs ugye a földbe betéve, akkor ott még a bakhát, ott az a tanya, amit 100 millió forintért promóztam, azt én nem promóztam, hanem bocsánat. Nagyon szeretném, hogy a váratlanul és tragikus hirtelenséggel meghalt barátomnak, Laci bácsinak a tanyáját valaki átvegye. Mert aki azt a tanyát átveszi, az nem egy tanyát vesz meg, hanem ez egy 15-20 alkalmazottal működő kertészetet vesz meg, és hogyha ezt meg tudja csinálni, akkor 15 családnak ott helybe enni ad. Tehát hát van jó, egy ilyen csak dolga, ehhez érteni és... kell. Tehát most igen, én hiába van 100 millió, és oda én megyek. Én sem tudnám megvenni, mert nem értek a nem nincs értek is, az meg nem is értek kertészethez. Hozzá. Tehát, hogy... Értem, tehát ez a 100 milliós tanya, ez pont az volt, hogy ez nem egy tanya, hanem egy működő kertészetnek az átvételi lehetőség, ahol nem csak szamóca van, hanem még csemegeszőlő, és díszmadár tartásra kiépített, minden hely furra építve, intézői lakással, hűtőkamrával, hűtőtárolóval, külön palánta hűtővel, meg ezerféle helyiséggel együtt. Jó, bocsánat, hogy mennyi, nem. Mennyire lehetne elkezdeni ezt az életet ma? Ez nyilván a szükségletek szintjétől függ, hogy kinek milyen szükséglete van, és azon a szükséglet szinten azon mennyiből tud megélni. Ugye nem azonos pénzből élünk most se, és ez nagyon behatárolja. Ma a kezdés ott nálunk, mondjuk egy olyan tanyában, amit a 80-as években újítottak föl, tehát erősen felújításra szorul, egy ilyen tanyát képzeljünk átlagosan Dél-Pest megyébe, Ceglét környékén el, amihez tartozik 2800 négyszögön föld, tehát még durván mondjuk 0,3 hektár föld, ennek a tanyának ma az ára az 20 millió forint fölött van. Ezen még élelmiszeren ellátni 800 négyszögön, hát nem lehet. De ha okos vagy, a közösségnek lehet része lenni. És ezt mondom, hogy 20 millió ez a kezdet. Nyilván lehet találni jó vételeket, de tanyavásárlási segédlet újabb részét le kell forgassam, mert a Tanya Egyetemre tettem ezzel kapcsolatban videókat, hogy mi a baj, amikor a ház és a föld értéke milyen arányba hogy tél el, hogy fogják a helyi gazdák az elővásárlási jogot birtokolni. Tehát,
hogyha mondjuk nincsen 20 millió forint, csak kevesebb, akkor nyilván messzebb kell menni. De kaptam egy levelet Svájcból. Az volt a levélben, hogy ugyanazokat a folyamatokat, így idős ember írta, ugyanazokat a folyamatokat látom Magyarországon végbe menni az elmúlt 30 évben, mint amik itt Svájcban már sokkal korábban végbe mentek. Azt látom, hogy ezeknek a folyamatoknak Svájcban az lett az eredménye, hogy csak a nagyon gazdag emberek tudnak megmaradni a tanyavilágban, mert a kicsiket, azokat fölemésztik és fölvásárolják. És azt javasolta, hogy találjunk ki valamit arra, hogy mindenképp ott tudjunk maradni, mindenképpen sikeres, prosperáló tanyáink legyenek. Nekem az lenne a jó, hogyha az összes tanyámba, amik a közösségbe tartoznak, nem lenne probléma a megélhetés, nem lenne probléma egy-egy traktornak vagy gépnek a cseréje, akár pályázat nélkül is, hogy önerőből ezt meg tudják csinálni, mert akkor biztosított igazán a tanya világ jövője, hogyha ott sikeres emberek laknak, hogyha ott áldott emberek laknak, és ezért szoktam mindig a saját hitemet promózni, a közösségben nem, mert ott nincs közös spiritualitás, hogy az én mesterem, a Galileai Ács, az ugye annyit mondott, hogy azért jöttem, hogy életetek legyen, és túláradó bőségben legyen. Ez ahhoz kell, hogy ott sikeresen fent tudj maradni a tanyán, és azt elkezdeni 20 millióból, hogy megveszek egy tanyát 0,3 hektárral, amit fel kell újítani, akkor még nincs tehenet 600 ezerért, akkor még nincsen 60 ezerért anyabirkád, nincsen egy labdás itatót 300 ezerért, mert ezeknek sos ilyen ára van. Vagy nincsen mondjuk egy normálisan megfúrt kutat 1,5 millió forintért, de lehet, hogy most már 10 évvel ezelőtti kútárat mondtam. Tehát, hogy mennyibe kerül elkezdeni, az lehetséges, hogy majd az a gazdaság az... Tehát, hogyha most a Laci bácsi tanyáját kellene összeraknunk, akkor ott mondjuk be van kerítve több száz méter téglakerítéssel, az 10 milliónál biztos többbe kerül, tehát 100 millió forintból azt a tanyát nem, hogy nem lehetne felépíteni, szerintem a felét se. Tehát az a baj ezzel, hogy én már látom, sose lesz kész. De az, hogy kész legyen, el kell kezdeni. Ahhoz, hogy el lehessen kezdeni, ahhoz ma itt van lakás velünk szembe, vagy az ott valami? Itt biztos van egy Nemzeti lakás. Nemzeti Múzeum. Nemzeti Múzeum. De biztos itt laknak lakásba emberek, és úgy gondolom, hogy annak a lakásnak az ára, az ő bőven kihozza a tulipános tanya piaci árát is. Sőt, lehet, hogy itt egy garzon, az többe kerül, mint mondjuk az én tanyám traktorostól, tehenestől. Tehát azért ma még elérhető. És hála Istennek nincs megtiltva az, hogy tanyán lakjunk, és ott kezdjünk új életet. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy 20 millió egy tanya, akkor annyiért már lehet kapni, de nem lehet az érmesző ellátást 20 millióból elkezdeni, hogyha az a tanyára. Még másik kérdésem is van, bocsánat. Az élelmiszer feldolgozás, hogy azt is csináljátok tanyán belül, vagy arra vannak szakosodott tanyák, vagy tehát, hogy mindenki feldolgozza, amit termel, tenyészt. Az a jó egy élelmiszer ellátó közösségben, és akkor lenne ideális az összes kis közösségünk, hogyha a teljes élelmiszer és termék vertikumot felosztásra kerülne, és ez a felosztás, ez csere alapon 100%-ig 20 kilométeres körzetekbe úgy tudna működni, hogy adott esetben lóval, gyalog vagy biciklivel át tudnánk vinni a termékeket, és a cserét hetente meg tudnánk valósítani. De hogyha arról beszélek, hogy hetente, akkor hogy beszélek mondjuk tejről, ami ugye nem áll el a forralatlan tej, ugye egy hétig meg ezek a házi tejek. Mindenki feldolgoz, azért is menő ez a könyv, mert ez olyan tudást ad a feldolgozásból, hogy lehet, hogy eddig még mondjuk nem tudtál őszi barack italt csinálni az őszi barackotból úgy, hogy ne csapodjon szét, de itt mondjuk ugye a 171. oldalon le van írva, kipróbált tudásból, hogy kell, és épp ezért mindenki a saját termékét feldolgozza. Az nem működik, hogy mondjuk neked van egy hektár őszi barackosod, és te őszi barack befőttel és őszi barack lével látod el a közösséget, és ezért az őszi barack befőttel és őszi barack léért szeretnéd cserébe az összes élelmiszert megkapni, mert ehhez az őszi barack lé és befőtt, mint termék kevés, hogy te ezért megkapjad a sonkát, a kolbászt, megkapjad a bárányt, megkapjad a lisztet,
megkapjad a stb. De például a kenyeret, azt mindenki süt, tehát nincsen közösségi pék, hanem minden családnak van közösségi pékje, anya vagy apa, aki ugye süti a kenyeret. De a feldolgozás is olyan, hogy megcsináltam ezt a rohadt vietnámi sertéses videót, és minden közösségem, minden tagja vietnámi sertést tart, úgyhogy például a vietnámi sertésből készült ilyen szalonna, meg sonka, meg termékek, azok nem cserekompatibilisek, mert mindenki élvezi. Egy mozgalmas állat a disznó, be kell keríteni az erdőnek az alját, bele kell tenni, és ott mindig történik valami. És akkor ilyen szempontból mindenki külön dolgoz fel, ugye te is láttad kolbászt is éneket, és mindenki máshogy csinálja, van, aki így szereti, van, aki úgy. Tehát közös élelmiszerfeldolgozás nincsen. Nincsen az, hogy mondjuk én építek bőletek egy közösséget, és úgy leszünk mi egy közösség, hogy gyertek kenyeret sütni. Én nálam lehet kenyeret sütni mondjuk szombatonként, és akkor gyertek a szombati kenyérsütésre minél többen, 12 000 font a kenyérsütés, vagy teljesen mindegy, hogy menjétek ki. Ez nem lesz közösség, ahol ez biznisz. A közösségből meg nem csinálunk bizniszt. Tehát nekünk, a közösségi tagoknak minden program, ami a tulipános tanyán van, az természetesen ingyenes, az összes workshop, az összes ilyen. Most lesz nekik például pénteken lesz egy találkozónk, minden hónapban egyszer találkozik az országos közösség. Múlt hónapban ez Kocson volt, a Dunántúlon, Komárom-Esztergom vármegyei kis falucskának a külterületén, és most Cegléden a tulipános tanyán lesz, 18 órától, de 16 órától állattartási szeminárium lesz. Az állattartási szemináriumnak a témája az lesz, hogy gyertek, számoljuk meg a bendőmozgást, hogy kell megnézni. Lehet, hogy mondjuk még mások is lesznek ilyen véna, tűvel, meg ilyenek, de az ugye nem biztos, hogy ilyenről én beszélhetek. De tehát ilyen alapvető állati elsősegély nyújtás lesz most a téma majd ezen, a közösség azon tagjainak, akik akarnak ebbe fejlődni. Mert itt is ott is megdöglik a tehén, nem tudja megmondani, hogy föl van-e fúvódva. Azért nálunk is vannak még tudásbeli hiányosságok, aminek az állattartási részében én tudok nekik segíteni. Más meg nekem segít a kertészeti részébe. Tehát úgy mondom, így kiegészítjük egymást. Köszönöm. Ti egy közösség vagytok. Igen. Ami ugye azt is jelenti, hogy ha valakivel történik valami, kórházba kerül, vagy lesérül, vagy mit tudom én, akkor már nem tud úgy részt venni a termelésben, mint ahogy addig. Márpedig ő, ha kiesik, akkor az, aki igazából ellátta a termék, vagy mit tudom én, tejjel, vagy sajttal, vagy mit tudom én, a közösséget, akkor ilyenkor mi történik vele, hogyha fél évig kiesik valaki, akkor gondoskodtok róla, vagy akkor ő nem hasznos tagja már a közösségnek, vagy mi történik ilyenkor, ez az egyik dolog. Másrészt pedig eszembe jutott, ez a Izraelben van ez a kibucok. Ott úgy tudom, hogy nagyon jól működik már nagyon régóta, meg eszembe jutott az émis kultúra Amerikában, nem tudom, hogy máshol van-e, de ott jártam köztük. Ők ugye kifejezetten azt mondják, hogy nem kell elektromosság, meg stb., de azért csak ügyesen, jó, hogy lovaskocsival járnak, de azért használják ők a technikát. Hogy nálatok van ilyen igény, hogy elengedjétek például itt az elektronikákat, vagy pedig ez abszolút használjátok ezeket a technikákat. És a harmadik, hogy nem jön ki a matek nekem. Ugye itt éltek, üzemanyagot használtok, autóalkatrészek, stb., amiket mondtál, hogy abból tudtok ilyen, tehát olyan pénzre szert tenni, amiből mi is élünk, hogy eladtok egy terményt, mert ugye nem adtok el terményt, sokkal drágább, de állatot adtok el, vagy miből tudtok KP-t csinálni? Köszönöm. A középsivel kezdem ezt a kérdést, amíg igen. Ja, a kérdés, hogy a haszontalan parasztokat lelövik, ugye? El fogom felejteni. Teljesen kizökkentett. Le kell volna írnod a kérdéset.
Hogyha valaki kiesik a közösségből, mert éppen mondjuk nem kell ahhoz kiesni, hogy ne tudja teljesíteni a szintet, mert lehet, hogy nem tudja az általa vállalatot teljesíteni azért, mert mondjuk van valami olyan időjárási körülmény, nem sikerül, elhibázza, de önhibáján kívül történik, akkor semmi gond, a közösség tagjai azt adott terméket megveszik külső forrásból valahonnan, a boltból vagy bárhonnan, mert ugye meg kell venni. Nincs ezzel gond, így előfordul, hogy van bolti liszt a közösségbe, előfordul, hogy van mondjuk bolti fokhagyma a közösségbe, vagy bolti vöröshagyma, mert nem lett annyi, nem sikerült, nem úgy lett, akkor megvesszük. Tehát ilyen szempontból elkötelezettek vagyunk egymás iránt, de nyilván, hogyha élelmiszerről van szó, akkor azt más forrásból be kell szerezni, törekszünk arra, hogy nem más forrásból szerezzünk be, hanem magunk termeljük meg. A közösségünkben, hogyha valaki megbetegszik, vagy megsérül, nekem volt egy balesetem, megtaláltam a baltérdemmel egy rég nem használatos kútaknát, és mindenféle csúnya dolog történt, két mankóval jártam, véna szétszakadt, leszakadtak a szalagok, meg egy csomó ilyen érdekes dologot bent, és én tényleg két mankózni tudtam, és én akkor éreztem meg a közösségnek egy teljesen más erejét, mint amit előtte gondoltam, ugyanis két mankóztam több mint egy hónapot, és amikor én úgymond az udvaromba kimentem, ott engem egy teljes más tanya fogadott, ott rend volt, meg volt csinálva, a valipini jöttek, és egyen-egyenként segítettek kalákába, összefogott a közösség, és tényleg olyan szinten álltak helyt, ami ilyen hátborzongató volt. És az, hogy lelövik-e a haszontalan parasztot, arra a kérdésre teszem a végére a választ, amiből éltek, ezt mindig úgy sütöttem el, hogy a Bibliában az vagy az igaz hitből él, hitből, hát mi másból. De tudom, hogy ez nem lesz számodra kielégítő válasz, azonban ez az igazság szava az egyszerű, de akkor most menjünk bele többbe. Miből élünk mi? Miből csinálunk lóvét? Hát csinálunk lóvét például abból, hogy lovasiskolánk van. Az ország legmenőbb lovasiskolája van nálunk, az egyetlen, ahol szabadidomítást igazán lehet tanulni. Az egyetlen olyan lovasiskola, aki nem tesz mondjuk zablát a lovak szájába, és megtanít mondjuk arra, hogy egy nyakmadzaggal, terepen, lógófej lóval, hogy tudsz végig sétálni, akkor is, hogyha mondjuk szembe ügetnek öten angol lovaglásba. Tehát például ebből csinálunk pénzt. De bevételünk származik a Tanya Egyetemből is, a v.tanyaegyetem.hu támogató előfizetőiből, de azt a pénzt 100%-ig belefejlesztjük mindig a Tanya Egyetembe, majd most sajnos lefog, úgy mondják Cegléden, eldobja a kanalat, na most ezt a számítógép fogja csinálni, úgyhogy majd valahogy nagyon fel kell kapni a dolgot, szükségünk lesz még néhány előfizetőre, mielőtt ez megtörténik, mert muszáj lesz venni egy új gépet, amin például tudok vágni. Tehát úgy nagyjából ezekből van a mi megélhetésünk, és természetesen a feleségem lovagol be ilyen 600 kilós elrontott csikókat, vagy éppen nem elrontott csikókat, tartunk mindenféle ilyen lovas dolgot, és eladó lovaink is vannak. Ebből tudjuk megtankolni a Suzuki-t, amivel jöttünk. Köszönöm. A középső kérdés már nem is aktuális, hiszen technikát használtok. Ja, és természetesen, igen, de nem mindenki. Vannak családok több gyerekkel is, akik akár jurtába, akár egy kis ilyen faházba víz, villany nélkül élnek. Vannak, akik forrásból isszák a vizet, vannak, akik kézzel húzzák futkútból. Ez mindig az egyéneknek a döntése. Tehát a közösség nem szabályozza be azt, hogy kell élni, de van olyan tagunk is, ha bár már nincsen, aki 40 millióért vett egy terepjárót, hogy az a tanyához kell. Tehát már nincsen, de volt, és még morcos is volt, hogy válni kellett rá két hónapot, mire neki ilyen felszereltség meghozták. Tehát használunk technikát, használunk fejőgépet, használunk tejhűtőt, használunk elektromos húsdarálót, használunk mindenféle technikát, tehát mi a tulipanstaján nem az amis felfogás szerint élünk, de az egy nagyon szép dolog, és vannak a közösségben olyanok, akik eszerint élnek, sőt olyan is van, aki napelemmel berendezett egy tanyát, és most úgy érzi, hogy túl jó lett, és elköltözik egy még kevésbé komfortosba, mert ő azt gondolja, hogy a boldogságát abba találja meg, az ő szívébe írt vágy az,
hogy egy még jobban, még egyszerűbben ő tudja megélni a mindennapokat. Tehát mindenféle ember van a közösségben. Köszönöm szépen. Még vegánok, húsevők, mindenki, tehát vegyesek vagyunk. Üdvözöllek, én is köszönöm az előadást. Valahol mondtátok, hogy a lovak miatt költöztetek gyakorlatilag erre a Cegléd alatti területre. Hogyha ezt nem tudnám, joggal kérdezném meg, hogy miért pont oda. Egy pár akácvirágzás végiggugoltam ott a Cegléd alatti erdőkbe, illetve gyakorlatilag a tavaly előtti csemői erdőtűzbe is kellett ott nekem dolgozni a bajtársaimmal. Nem egy vidám, nem egy olyan terület, ahova az ember szívesen költözik. Na most ez nem nagy ez az ország, de azért vannak itt különbségek. Neked van erre vonatkozó tudásod, ismereted, talán tapasztalatod is, ha más nem a közösség, a távolabb lévő közösséget itek kapcsán. Hogy látod, hogy van olyan terület, ahol alkalmasabb élelmiszerűen ellátó tevékenységet folytatni, mint ezen a homokon, ezen az átkozott homokon gyakorlatilag, ami befolyik mindig az ember nyakába, csizmájába? Lehet ugye irodalmi választ adni, hogy szép vagy Alföld, legalább nekem szép. De lehetne visszanyúlni oda, amit mondtál a kibucokra, ami szerintem a Föld legideálisabb közössége működésre. Most nem akarok belemenni, hogy működik, és nem is lennék hitelesben, mert nem ott élek, de van a közösségünkben olyan tag, akinek a testvére kibucba él, tehát vannak ismereteim a kibucok működéséről. Izraelben a sivatagba erdőt csinálnak. Mondjuk ugye ezt megcsinálják Dubájba is, a sivatagban mik vannak. Tehát azt gondolom, és pont azt gondolom, hogy az alkalmazkodás kívánja azt meg, hogy a tájnak megfelelő technológiákat találjunk ki, ami azon túl, hogy környezetkímélő, fenntartható, Istennek tetsző, és egy élhető, például a Valipin is kertészkedésre tökéletes ez a homok is, de akár mondjuk egy permakultúrás kertre, gyökérzöldségek imádják a homokot, legyen az burgonya, sárgarépa, zeller, a torma nem, egyébként a torma annyira nem szereti, de mégis a torma is el van, és hogy miért pont ez? Erre racionális választ nem tudok adni, persze érvek vannak a feleségemmel, ahol a mi utunk találkozott, ahol Isten egymás mellé tett minket, ott teljes egyértelmű volt, hogy a lovainak szeretne egy életteret, én pedig tehenet szeretnék tartani élelmiszertől. Szépen összejöttünk, ezt nem zárta volna még azt ki, hogy az őrségbe menjünk, viszont Istennek volt benn szerepe, mert amikor mi elkezdtünk keresgetni, akkor ebbe a minden racionalitást, meg inkább azt mondom, minden emberi logikát nélkülöző döntést kellett hoznunk, amikor azt mondtuk a 45 négyzetméteres présházba 2800 négyzetméteres terület, és van itt hiteles tanúja, a doktor úr ott ül hátul, aki onnantól kezdve is, meg előtt is már jelen volt az életünkben, és a két barátomból az egyik, aki megmaradt, tehát ő túl sokat is tud, mert ismert még a tanyáletti időből is, hogy egész egyszerűen Isten oda tett és oda küldött minket. És nem mondom, hogy nincsenek olyan gondolataim, hogy na, atyám, akkor most már jöhetne Bikol puszta, mert én Bikol pusztában voltam szerelmes Süttőtől délre, a Gerecse szívébe egy kis település, ahol János bácsinál töltöttem a nyarakat, meg rengeteg időt. De Isten nem mondja, Isten azt mondja, hogy oda kell mennünk. Ez egy tanyás térség, ott vagyunk. Én ott állok helyet, ahova engem a főnököm tett. Oda tett, persze, van biztos jobb, mindig rájöttem, van egy jó autóm. Na de, és akkor megy az ember megy egy jó autóval, akkor a jobbakat nézi, akkor már csak a Laci bácsi jobban tetszik. De hogyha meg az lenne, biztos vagyok, hogy a Laci bácsi is megy, és csak a jobb autókat látja, ő is az úton. Tehát van egy ilyen dolog az emberben, ami, hogyha eluralkodik, akkor elégedetlenséget szül, az elégedetlenség pedig a boldogság ellen megy, mert boldog akkor lehet, hogyha elégedett vagy. Reggelente kimegyek a tanyára, minden nap felkeltét most egy az egybe végignézek. Csodálatos tanyánk van. Olyan szép tanyát kaptunk az Istentől, hogy én nem is tudok olyan tanyát a közösségben, amelyikre cserélnék. Én nem cserélnék. Egyes adnám oda, és amikor meg a vége a napnak, és a nap lemegy,
Én a vértes északi lábánál voltam gyerek, tulajdonképp a Gödöllői dombságba mentem 10 évre, és onnan mentem az Alföldre. Hát ilyen szép naplementék, mint ott az Alföldön, amilyenek vannak. Ilyenek a világon nincsenek máshol. Nem lebukik a hegy mögött a nap, hanem szépen a horizonton tűnik el, és aranyszínbe, narancssárgába, beragyogja rózsaszínbe az egész eget. Tehát ezek szerintem csodálatos dolgok, ráadásul ne felejtsük el, sólymászként mondom, hogy a magyarokat a Kerecsen sólyom, vagy annak az altái és sólyom változata, ami ide vezette a Kárpát-medencébe, és ez egész addig, amíg én is, addig a Gerecsébe élt, a Vértesbe voltak Kerecsen sólyomok, viszont én, ahogy most az Alföldre költöztem, már nincsenek a Középhegységbe Kerecsen sólyok, mert jöttek velem, és az alföldi tájon élnek a Tisza mentén, de nyilván őket a vándor sólyom szorította ki, de ez is biztos egy jel, hogy ez az őseinknek, ez a szent állat, ez most már az Alföld találja meg az élet feltételeit. Ez most csak egy ilyen vicces rész volt, de hát miért ne? Utánam jött a Kerecsen sólyom. Na majd, hogy sólymászberkekben ezért mit kapok? Ajaj, ez ki lehet kapcsolni innen is a mikrofont? Többet mutogattál rám, mint a feleségedre. Minden sikeres férfi mögött egy asszony áll. Bocsánat, dr. Tóth Tamás, ő a közösség felátorvosa. Igen. Kriszti. Tehát Mihály a sikereit a Kriszti mellett érte el, és 15 éve ismerem őt, még egyetemen együtt dolgoztunk, és az ő sikerük abban van, és szerintem minden, akár Tanyán vagyunk, akár városban, hogy egy kapcsolatban egy a cél és egy az akarat. Tehát mind a ketten, amikor leköltöztek, diplomás egyetemet végzett, agrármérnökök, a Krisztina 3 nyelven beszél, és leköltöztek egy présházba. És abból várázsolták ezt a közösséget és ezt a birtokot, amit most láthattok egyébként a videókon, a képeken. Nagyon-nagyon sok ellenzői voltak, hát a Miskának az apukáját, azt ismerem, az öreg Miskát, tehát hogy az hányszor megmondta, hogy az én fiam ilyen, olyan, amolyan. Jó. Az évek alatt nagyon-nagyon sok ember változott mellettük, ugye tőlem nem sikerült megszabadulni, ahogy mondta. A ott lévő családok közül, akiknek nem sikerült, azoknál azt lehetett látni, hogy a két fél leköltözik Tanyára. És az egyik valamilyen ábrándot ugye követtek, és az egyik nem találja meg azt a számítását, akár boldogságban, akár munkában, akár bármiben, ami ott voltak éppen a kapcsolat megromlásához vezetnek. És ez legtöbbször a nőknél szokott probléma lenni, hiszen a férfi az ugye kimegy az állatokhoz, ellátja, vagy esetleg olyan munkája volt, hogy el kellett járni kőművesként, vagy irodába járt meg mindent, tehát ő kimozdult a Tanyáról. Viszont a nő ott maradt a Tanyán, főleg akkor, amikor ugye kisgyerek is oda született, ugye ahol ott kellett lenni, és nem az, hogy babakocsival be, és akkor itten a körúton megyek, és akkor akár vagy Cegléden, ugye a városközpontban azt a 3 boltot körbejárom, amit egyébként én végigbüntettem hatósági állatorvosként. Tehát nem tud onnan kimozdulni, és nem találja föl magát. És én láttam azt a Krisztin, hogy erre vágytak. Ő neki az kielégítő volt, illetve ő ebben találta meg a kiteljesülését, az, hogy ő ott anyaként a 2 gyereket tudta nevelni, és diplomás agrármérnökként az első évben abból éltek részben, hogy több száz baromfitottan neveltek, és nem volt probléma az, hogy akkor nekiáll és kopasztom, és akkor eladom azokat, és abból van pénzem. Tehát, hogy aki így lemegy így vidékre, és elkezd így dolgozni,
annak igenis visszább kellett vennie azt, hogy most akkor én nem az vagyok, agrármérnök vagyok, és én alantas munkát, 15 éve alantas munkát nem fogok végezni, hanem akkor nekiálltak és csinálták. És igen, az első pár baromfi az ott elpusztult. Hányszor volt az, hogy az elején ott kotyogtak, emlékszem, a kuktába befőttek, és akkor kísérleteztek ki. Évtizedes munka van abban a könyvben, ami egyébként működik. És a saját maguk által termelt zöldségek, gyümölcsök tartósítását. Tehát nem az van, hogy most akkor kimásolt a netről, hanem ő ezt így kikísérletezte, hogy ez így megy. Tehát valaki bemegy egy közösségbe, és akkor ott egy olyan tagokat talál, akik így a tudást át tudják adni, és tudnak abból gazdálkodni, és akkor elindítanak. Vagy pedig neki lehet állni egyedül is, de akkor ezeket a lépcsőket is 10 év. Mire ilyen tanyád lesz, ilyen tudásod lesz, és akkor mellette ugye rengeteg dökkút megtülök, hogy rendesen állatorvos legyen az ember. Kérdésem az, Miska, hogy az elmúlt 10 évben a családod, a feleséged, gyermekeid, az miben tettek hozzá a sikeredhez? Megillik köszönni, hogy a kérdést. Hát ez nem kérdés, nem tudom magamat külön viszonyítani, tehát nem létezem külön nélküle, és egy nagyon jó dolog, amikor tehát nagyon jó teszt, amikor a feleségem nincs otthon a tanyán, akkor olyan nagyon unalmas az egész, akkor úgy nem nagyon van kedvem hozzá, mert úgy nem olyan igazi otthon az, hogy kell a házba, kőműves kelemen is, ugye azt hiszem, ugye megmondta. Tehát az, hogy nélküle fél ember vagyok, az nem kérdés. És mostanában élünk meg olyan napokat, hogy a gyerekek nincsenek otthon, aznak az első napját élvezem, az olyan jó nyugi van, de második nap már a gyerekek is nagyon hiányoznak, mert nincs az a zsivaj ott egész nap, amit ők csinálnak. Halljuk ezt a zenét, itt a buli van, ugye, körülöttünk, tehát nem tudjuk nem észrevenni. Hát nem, de majd a YouTube attól félek, hogy észre fogja. Hát talán nem azért. Jog problémás lesz. Jog. Szóval az jutott eszembe, hogy itt fiatalok cseperednek nálatok. Ugye ez a ti felnőtt döntésetek volt, hogy leköltöztetek. Nőnek föl a gyerekek, eljárnának bulizni. Mit csinálnak ilyenkor? Illetve, hogyha megkóstolják esetleg az egyetemi éveket. Vajon visszaköltöznek-e a tanyára? Mivel tudjátok őket oda vonzani vissza? Nem akarom visszavonzani. Én egy dologra vagyok hivatott. Ők nem a tulajdonom, hanem ők az Isten által rám bízott kis emberek, hogy az ő szívükben lévő vágyat kiásva éljünk. És hogyha az ő szívükben lévő vágy kiásása során én arra döbbenek rá, hogy a tulipostát el kell adnunk, és el kell mennünk, akkor el fogjuk adni, és el fogjuk menni, mert ők ránk vannak bízva. És nekem az a fontos, én azért kaptam őket, hogy őket pályára tegyem. És lehet, hogy nem tanyán fognak élni. Lehet, hogy majd eladják a tanyát, és akkor egy jót buliznak bőle, de hogy ilyen bulis, meg ilyen kérdések vannak. A kisfiam 9 éves, ott van előtten. Fűzd meg, szimpatikus leszel neki, mert nem lóg neked se a fufrud a szemedbe. És kérdezd meg, hogy szoktak bulizni, mert általában ilyenkorú gyerekeink vannak. Azért összejönnek ő majd ott, lehet, hogy többet is elmesél neked, hogy mit csinálnak. Tehát például 9 évesen tökéletesen tud automataváltós autót vezetni, és múltkor rendőrök előtt vizsgáztunk véletlenül, de azt mondták, hogy magánterület, azt csinálnak, amit akarnak. De azért pillanatra megijedtem. Tehát ő nyugodtan kér, biztos, hogy válaszol erre, hogy mi lesz, vagy ilyen beszélges vele. Nem tudom, hogy mikrofonba fog-e beszélni, mert introvertált, a kislányom az már itt ugrálva mikrofonba válaszol, de ő őszintén választ fog adni neked. Fűzd meg, amíg a többiek kérdeznek. Köszönöm. Azért annyit hogy mondjak el, ha láttam, nem, de most már látom. Tehát van itt köztünk egyébként olyan 20-as évei elején járó fiatal, aki, ha jól tudom,
a fiatal és gyermekkorát a tőletek egészen közel levő biciklivel bejárható tanyán töltötte, és most Budapesten egyetemista. Tehát, hogy hát nem tudom, hogy hajlandó elmondani valamit. Ott van nála a mikrofon. Már halljuk is. Parancsoljon. Én erre mindenképpen szerettem volna válaszolni, mert én igazából... tanyán nőttem fel a Miséktől nem messze Nagykőrösön, és én is most itt vagyok egyetemista, és abszolút nekem olyan értékeket adott át ez az egész életmód, ami mindig vágyódom vissza, és én ott képzelem el az életemet, mert tényleg nehéz, és a szüleimmel is látom, hogy vannak nehéz pillanatok, meg tényleg mi is vesztettünk el már több állatot, de olyan szintű értékeket ad át, meg olyan szintű tanító, amit minden nap megköszönök a szüleimnek, hogy átélhetek, és hogy megteremtették nekem ezt. Köszönjük szépen! És a körkarám, aminek az építésénél ott voltál, olyan csodálatos lett, hogy gyere el egyszer, és megmutatom, hogy milyen. Biciklivel. Szuper. No, ragadt még belőttek kérdés a Nagy Mihályhoz. Most kell megragadni az alkalmat. Hopp, na itt. Hát tőletek amúgy is várok valamit. Én nagyon szépen köszönöm az előadást, és nagyon örülök neki, és igazából nem is az előadásnak, hanem a gondolkozásodnak, ami azért fontos szerintem, mert én szoktam mondani az embereknek, hogy itt azért van, tehát nem úgy mennek a dolgok, ahogyan kéne, mert hiányzik a józan paraszti ész. És nálad ezt veszem észre, hogy volt-e, azt nem tudom, de hogy lett, az biztos. Tehát azáltal, hogy belevágt ebbe a úgynevezett paraszti életbe, tehát ezáltal lett egy ilyen gondolkodásod, mert az sokkal nagyobb átlátásra van szükség. És ezt köszönjük, hogy ezt, és hogy elmondtad nekünk. Egy kérdést is akartam, hogy mi a helyzet a vízzel ebbe a térségbe, tehát az eső, illetve a vízhozama, de azt kb. Elmondtad, hogy Isten úgy is ad hozzá. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Az egyetemen én nem voltam különt, hanem egy-két dologba persze, ugye eleve, aki mondjuk hívőként megy egy közösségbe, az általában ugye az elején piszkálgatják, ez az, de ha próbált kiállja, akkor utána ezt tiszteletet vált ki a többiekbe. Tehát ilyen szempontból voltam különc, de gondolkodás szempontjából nem nagyon tűntem ki. Nekem a PhD volt az első PhD, ami azt nyitotta fel arra a szemem, hogy valójában mi az az élelmiszer, ami a boltokban van, mit teszünk a gyermekeink elé, és nekem milyen állattenyésztést kéne tanítani most, ami valójában sem nem gondoskodva uralkodás, sem nem élelmiszer, hanem úgy élelmiszar, azt szoktam mondani, és hogy nagyon nagy párhuzam van az emberek jóléte, pszichés közérzete, testi egészség, és a között, amit megesznek. És nyilván én ezen nem is csodálkozok, mert hogyha a teremtőnk egy, és a teremtőnk megmondta, hogy bánjunk a növényekkel, csak most túl az állatokra éreztük ki ezt az estét, bocsánat a vegetáriánusoktól, nem jobb a helyzet a salátának se, vagy hogy bánunk az állatokkal, akkor ez egyenes arányba visz ahhoz, hogy nyilván megfogunk betegedni, és úgy voltam vele, hogy lesz feleségem, és lesznek gyermekeim, és én nem szeretnék bolti csirkét, nem szeretnék bolti burgonyát, nem szeretnék bolti salátát a gyerekeim elé tenni. Nekem valamit csinálni kell, ami alapján én ezt az egészet elő tudom állítani. És akkor ez a gondolat így agylövésként bejött, és akkor onnantól kezdve én erről le se vettem a szemem. Ez a gondolat volt, ami hajtott, és persze nem feltétlen szerettek a munkahelyemen, mert amikor egy-egy egyetemi előadást megtartottam, még felsőbb évesek is jöttek a terembe, vagy a kellemetlen volt, amikor az én szarvasmaratenyésztés gyakorlatomon plusz asztalt kellett behozni a terembe, és mondjuk a profim meg alig voltak egy
egy pár. Tehát ez kellett volna, de én ott már a különbségemet megértem abba, hogy azokra az eszmélésekre, amikre ott rájöttem, azokat én belefogalmaztam az órába, akár kérdésként, fogalmaztam meg. A civilizáció nem más, mint egy vallás. És a vallások, az összes vallás, az pont az igazság ellentétét tárja elénk. Pontosan is azért a tegnapi eszmélésemből az egyik az, ami Jézussal kapcsolatos. Ugye, hogy Jézus azért jött el, hogy megmutassa, hogy van élet a halál, hát nem után, hanem előtt. Előtt. Mert hogyha van élet a halál előtt, akkor te valójában élsz. Valójában te boldog vagy. Neked sinem van az életed, és úgy megy, ahogy ő azt elképzeli, és adni akarja neked. Hát, vagy esetleg nem úgy megy. Akkor miért nem úgy megy? Akkor innentől kezdve az ember nyugtalan lesz, és elkezdi keresni a megoldást. De amíg azt hiszem, hogy az iroda, a három műszak, meg a főnök, akit én csak gazdinak hívok, az ő elismeréséért, én odaadom az időmet, addig én szerintem nem vagyok jó helyen. És tudom, hogy nem ébreszthető föl az egész társadalom, és nem is baj, hogy nem ébreszthető fel, mert lehet, hogy kell majd egy újabb szemüveg, mert még a klinika mindig nem figyelt föl rám, hogy nem lennék esetleg jó reklámarc egy szemműtétre, vagy valamire. Végez. Ez odébb van, de azt gondolom, hogy van ezen mit csiszolni. Tehát szükség van az alvó tömegre, és én magam azt éreztem, elmentem én dolgozni, miután kutató voltam, elmentem inszeminálni, telepet vezetni, műszakot, mindent próbálkoztam, de egy érzésem volt. Ugyanaz az érzés fájt belül, fizikai fájdalmat okozott ott ülni egy tanáriba, részt venni egy értekezleti egyen. Nekem fájt a testem, a szívemből sugárzott ki, és azt éreztem, hogy egy valamim véges. Én nekem a mindenséget teremtő Istenem, a megváltom, a tenyerén hordoz, nekem minden megtesz, mindent megígér, de egy valamit nekem nem ígért meg. Egy valamire nekem nincs garancia. A holnapi napra nekem nincs garancia. Én nem tudom nektek most megmondani, hogy a 4-es főúton ott maradok, aztán majd a Blik meg ezek mennek, hogy itt a hölgy, aki megjósolta. Tehát nem tudom megmondani, hogy hazaérek-e. Azt sem tudom megmondani, hogy holnap itt vagyok-e még köztetek. És hogyha ez az életem utolsó napja lenne, akkor én most azt biztos, hogy nem ezen a munkahelyen tölteném, nem hallgatnám a gazdit, ahogy elismer szíd, vagy bármi tervét mondja, hogy nem érdekel, otthon lennék a feleségemmel, a gyerekeimmel, otthon lennék a solymaimmal, az állataimmal, solymásznék egy jót az utolsó napon. Futnék egy kört a gyerekkel, legfőképp a madár után, vagy bármilyet szívesebben csinálnék, mint az, hogy én az időmet eladva azt olcsó élelmiszarra váltsam, vagy bármilyen dologra, ami igazából a szükségleteimnél több. És én nem azt éreztem, hogy Sipos Mihály szaktudását megfizetik és elismerik azzal a pénzzel. Nem tudtam ezt érezni. Sokat kerestem, volt olyan, de nem jött ez az érzés. Én azt éreztem, hogy Sipos Mihály idejét és életét veszik meg, amiből nem tudom, hogy mennyi van. Hát nem vagyok én olyan optimista, hogy előre odaadjam, meg aztán miért adnám oda. Én fontosan ezt éreztem. Akibe ez az érzés nyugtalanságot kelt, az egész biztos vagyok, hogy nem alkalmazottként kell, hogy dolgozzon. De akiben nem kelt nyugtalanságot, az tök jó, hogy alkalmazott. Jaj, nem akarok mindenkit felébreszteni, mert figyeljetek, van egy csomó olyan tanyalakó, ott a szomszédomban laknak ilyenek benszülöttek, vagy kényszerből tanyára költözöttek, vagy olyan becsületes egyébként munkás emberek, akik az olcsó lakhatás érdekében 5 éve megvettek egy tanyát. Én inkább azért imádkozok, csak ezt az Isten nem fogja megtenni, mert nyilván ez szívemben nem akarom, hogy hetente 8 nap munkanap legyen. Mert ezek, amikor a gyárból kiszabadulnak, a kukásautó hátuljáról leszáll, vasárnap vagy szombaton, akkor gyomja a zenét, megy a buli, megy a minden, hát jobb lenne ezeknek a munkahelyen még szombat, vasárnap. Szerintem, hogy ugye mert ez egy állattartó övezet, tehát azért van ez a réteg, de arról ismerszik ez a réteg meg, hogy nem tud annyi pénzt keresni, hogy 15-én ne fogjon el,
10-én még a Tesco-ból veszi a sárgarépát, meg a, most mindenhányszor kimondtam már, én nem fogom kivágni, sárgarépát, meg a gyümölcsöt, meg a disznózsét onnan veszi meg, és dünnyög, hogy milyen drága. A kertjébe ekkora gaz, közötte a bontott autó, a szétvert hűtőszekrény, az építési hulladék, meg a szemét. Egy ilyen családtól tudtuk megvásárolni a fenntartató visszafejlődés. Most kezdjük majd újjáépíteni tavasszal a nagy közösségi házát, mert a kis közösségi házat kinőttük. Azzal kezdtük, hogy 2 tonna szemetet onnan elvittünk. És még mindig van, majd most kell csinálják egy kalákát, egy szemétszedést, egy birkát, be kell ládozzak, hogy legyen ebéd, mert még mindig üveg és mindenféle szemét előjön a földből, amit oda ezek a hasonló jellegű emberek felhalmoztak. És amikor azt mondja a svájci kollega, hogy majd ezektől az emberektől tisztul meg a tanyavilág, akkor azt már én nagyon várom. És ilyen szempontból jó az elővásárlási jog, mert eldönthetem azt, jogom van eldönteni, hogy ki lesz a szomszédom, meg ki nem. A közösségi házat Sipos Mihálynak nem adták el. Azért, mert ez cserégeti az autóit. Persze, mert vettem a 20 éves Suzuki-re egy 25 éves Volkswagen Golfot. Há, ezeknek lovaik vannak. Ezeknek nem adom el. Azt ott van tőlem 400 méterre, és akkor azt mondja nekem, hogy hát 4 millió forint. Ezt másnak meg 3 ér árulja. Hát akkor add el, komolyan másnak, azt majd eldöntöm, hogy kell-e. Hát persze, hogy kellett, pont kellett. Sajnálom azokat, akik meg akarták venni, de mindig elmondom, hogy tanyavásárlásnál mit kell csinálni, bemenni a szomszédokhoz, és megkérdezik, hogy elővásárlási szándékával akar-e élni. Hát, mert ha úgy nézed, akkor nem csak a zöld báró vásárol elő, zöld báró, tudod, a nagyhas, zöld póló pick-up. Nem csak az, hanem más is elő tud vásárolni most már. Ez megint egy nagyon szerencsés, egy nagyon nagy lehetőség, hogy ez a lehetőségünk az új föltörvény alapján nekünk kicsiknek is megvan, mert hogyha már kicsit több vagy, figyelj, rám irigyek. Nekem azt mondta egy öreg paraszt, még amíg 1 évvel laktam tanya, hogy inkább 100 irigyed legyen, mint 1 szánód. Nekem a Marika néni nem köszön, nekem a szembe szomszéd nem köszön, a másik hátsó szomszéd az mindenért följelenget. Botrány, amit ezek az emberek megtesznek, és azért mondom, hogy jobb lenne, hogyha heti 8 nap munkanap lenne, mert akkor nem lennének ilyen jellegi problémák, meg legyen aszfaltos út, közvilágítás, azt akkor 0 állatuk van állattartóvezetben, addig jár az önkormányzat, az még 2 közvilágítást főtesznek. Hát nagyon örülök a közvilágításnak, persze, nem látom a csillagos eget este. Vagy aszfaltutat akarnak, szemétszállítást akarnak, azt a rókák szétszedik a szemetet, és akkor ennek a hátsó szomszéd hölgynek a véres intimbetétjei szétszórva az egész dülőúton, azt nem szedi össze. Hát azért a keresztény ember bárány, de nem birka, az Isten nem szereti a rendetlenséget. Hát már összeszedetem vele, nem? Tehát azért tanyasiság nem egyetjelent surmósággal. Ebből a rétegből ártanak mai napig annak, hogy valaki tanyasi. Én is tanyasi vagyok, de én csak az lettem, a gyerekem meg ma oda született, és én nagyon ki vagyok ezektől, nagyon ki vagyok attól, amikor mondom, 15-én a pénz elfogy, de a kertbe gaz, szétszedett autó. Hát ez ma az intelligenciáját jellemzi, és szétszedett autó borítja a tanyáját mindenhol. Egy csomó ilyen van, autóbontó a tanya, meg szétvert hűtőszekrény, abból rengeteg van, és ezeken halomra állnak. Innen lehet megismerni ezeket az embereket messzire, hogy nincs rend. Én hiszem azt, hogy az Isten azért szerti, persze jókor a házunkban nem mindig van rend, de nem múzeum élettér. De a tanyánkban azért többnyire igyekszünk rendet tartani, és nagyon sok munkám rendbe tartani, de mégis csináljuk, és folyamatosan minden nap egy kicsit. Még vannak olyan tanyák, ami egynyomon járható így, tudod? És akkor azokat viszont én nem veszem fel a közösségbe. Senkit nem veszek fel a közösségbe, aki rendetlen módon él. Nem verhetjük a mellünket, hogy mi vagyunk az Isten mikrotájsebészei, amikor mondjuk halomba áll, vagy éppen elásva van a sít, vagy a rossz pelenka az udvaron. Tehát ezekre nagyon allergiás vagyok, de nem voltam elég allergiás az elmúlt közösség elmúlt 8 éves pályafutása során. Azért voltak ilyen eredmények, de mondom, kíméletlen vagyok most már ezzel a dologgal szemben, és lehet akármilyen szimpatikus, de hogyha a 6 kutyáját
másfél méteres láncon tartja, meg lekötve hízla a bikát, akkor az nekünk nem kell. Mert az Isten a bikát nem lekötve gondolta. Tehát normálisan állni az állatokhoz, normálisan állni a környezethez, és valahogy ebbe az isteni rendbe beállni. Hát Mihály, nagyon szépen köszönjük ezt az elképesztő gondolatvilágot, amit megosztottál velünk. Szerintem adjunk neki ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttetek, és olyan jó volt látni, sok helyen tartok előadást, de jó volt látni a sok csillogó szemet, és tényleg azt, hogy gondolkodó társaság az, aki itt van, és ez azért ritka ilyen szép számba. Köszönöm szépen, Balázs. Csücsülj még egy pillanat. Ne legyen több kérdés. Nincs meg. Beszorult az emberek. Ami volt, maradt. Majd írásban felteszitek. Na hát nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és elsősorban az időtöket. Azért egy-két gondolatot még megosztva. Az utolsó fejezetek egyikét fordítom Bendel második könyvéből, és ebben a 12. fejezetben írt a doomsterekről, és arról, hogy ő úgy döntött, egy pólót készít már csak azért is, és hogy ahogy ti traktor teremtetek, hát nekem még kívánom, sem kellett sem gondolni rá, csak éppen ma szembesültem vele, és hát elmondhatom, hogy akkor a jó Bendel professzor Forrai Nikivel, illetve az ő segítségével egy pólót küldött, be is mutatom. Mosdó még mindig az emeleten és a bejáratnál, Krisztina könyve itt, a mély alkalmazkodás könyv, ha minden igaz, a ruhatárban. És hát amit azt szoktam volt mondani, most jön a java, hogy jól érezzük egymást. Én bízom bennem, hogy minél többen tudtok maradni. Alkossunk is szokásos beszélgetőköröket, mert hát ez a lényeg, hogy itt legyünk. Kérem szépen a férfi embereket, hogy egy kicsit majd toljuk szét a székeket, hiszen ez az egész tér, illetve az előtér is nekünk lesz most itt. Azzal a gondolattal szeretném zárni és megköszönni ezt a mai napot, amit a ma fordított fejezet egyik bekezdésének a végén láttam, és azt gondolom, hogy ez igazán hozzánk szól. A szeretetben gyökerezve mi vagyunk minden, amire szükségünk van. Köszönjük szépen az időtöket és a figyelmeteket. Vigyázzatok egymásra! A Fenntartható Visszafejlődés YouTube csatornával az a célunk, hogy bemutassuk, hogy van egy másik élet, melyben igazán kiteljesedhetsz. Tanya Egyetemmel pedig az a célunk, hogy azokat, akik erre az útra rálépnek, tudjuk azzal az információval és tudásanyaggal támogatni, ami ahhoz kell, hogy ezt az életet sikeresen tudják élni, ne kelljen végigmenniük azokon a problémákon és azokon a nehézségeken, amiken az elején nekünk végig kellett mennünk.